Motoros, vitorlázra és sárkány repülés volt a legizgalmasabb program a harmadik pünkösdi égi túra és közlekedés biztonsági napon Őcsényben, amire rengetegen látogattak ki. Hamarosan itt hatalmas beruházás veszi kezdetét egy top forrásnak köszönhetően. Még a legnagyobb hűségben is lelkesen ugráltak a gyerekek az ugrálóvárban. Egy másik top pályázatból 6 millió forintot nyertek eszközbeszerzésre. Elsősorban új udvari játékokkal szerelték fel az óvodát. Nagy szükség is van rá, mert megduplázódott a gyerek létszám. A településen a csapadékvíz elvezetését is meg akarják oldani. 80-100 millió forintra lenne szükség, amit szintén topforrásból kívánnak finanszírozni. Ezentúl új szennyvíztelepet építenek a Decsi önkormányzattal közösen. 443 millió forint KEHO forrásból Őcsény, Decs, Sárpilis, Várdom szennyvizét kezelik majd az új telepen, aminek decemberig tart a próbaüzeme. A település ezen kívül nagy reményeket fűz az UNESCO döntéséhez. Attól függ ugyanis, hogy a világörökség részének választják-e az Őcsény határában húzódó Aliszka erődöt, ami régen a római kori birodalom határát hivatott védeni. Ennek a helyszínnek a megközelítésére építenének egy külterületi szilárd burkolatú utat, és a vendégek fogadását is megoldanák egy vendéglátóipari egységgel.